Független média felület Miskolcon. Hello, sziasztok! Hello! Megint itt vagyunk a doktorral, Sütivel. Sziasztok! És Rebi. Megígértük nektek két héttel ezelőtt, hogy egy macskás dokumentumfilmmel fogunk ma érkezni, és betartottuk a szavunkat. Bizony, itt a Cirmiben macskás dokumentumfilmről fogunk beszélgetni, és ha jól tudom, mind a kettőnknek van otthon cicája. Igen. Nekünk kettő is. Nekem csak egy, de az kitesz tízet. Az biztos. Nekünk a kettő legalább 20-30-at, de legalább nincsen se patkány, se egér. És csivava. Hát nekünk a szobamacskánk a bogarakat űzi remekül, úgyhogy a patkányokkal hásnak nincs is, nem is volt gond, de most már a bogarakkal sincs. Igen, nekünk a kandúrunk a szomszéd csivaváját űzi szeretettel el. Tehát, hogy így zseniális, olyankor a kutya a négy lábát ilyen párosan összehúzgálva szalad a kandúrunk elől ki a világból. Szép. Ezt így is kell. Szóval a mai filmünk az a Kédi, Isztambul macskái című film. Hát igazából ezt most így nagyon gondolkoztunk rá, hogy 2016-os film, vagy 2017-es, mert több infó is van róla. Igen, sok portálon mindkét infó szerepel. Én azt mondanám, hogy 16-ban készült el. És 17-ben volt a premier. Így van. Ez így lenne szerintem is helytálló. Életszerű, talán. Igen, igen. Egyébként tavaly is, ez tavaly jutott el, azt hiszem hozzánk 2017-ben. Igen. Meg is tekinthető online feliratosan. Tök jó. Így van. Én azt javaslom, hogy akár még lehet, hogy a felirat se kell. Bár ha az ember nem tud törökül, akkor nehéz lesz. Igen, lehet, hogy lesznek problémák. Nem tudom, én azt hiszem elvesztem volna az információk tömkelegében török tudásomnak köszönhetően. Mert hogy nincs. Szóval rendezte Csédá Torun, bocsánat, lehet, hogy nem tökéletes a kiejtésem, de esküszöm, igyekeztem. De most megtanultunk törökül, legalább a rendezők, igen. Zeneszerzők, illetve operatőrök neveit. A zeneszerző a Kira Fontana annyira nem okozott nagy fejtörést, igen. De bevallom, az ő neve tetszett a legjobban emiatt. De igen, szóval igyekeztünk. Egyébként egész jó kis bevétele is volt, ahogy néztem. Tehát azért még pénzügyileg is. Igen, tehát azért dokumentumfilmhez képest iszonyat jó bevétele volt. Meg a másik az, hogy ugye azért Törökországban most már nem tudom, hanyadik alkalommal, nem olyan sokadikkal, de rendeznek most már egy ilyen dokumentumfilm fesztivált, ami kifejezetten az állatokról, állatokkal való kapcsolatokról szól, és talán ez volt az egyik, ami természetesen megnyerte. Vagy nem természetesen. Hát de tényleg elég jó film, ezért lássuk be, én megnéztem, és hát hogy minden perc lekötött, szóval akkor azért egy dokumentumfilmnél sokszor van az, hogy elunja magát az ember. Itt azért annyira nekem nem sikerült, szóval megérdemli a díjat, hogy, tehát, hogy igen, kap. Tehát azért ugye, ha azt halljuk, hogy dokumentumfilm, akkor egyből mindenki, hogy hát akkor nem is fogjuk nézni, meg halálunalmas lesz, nem úgy, mint csekefeje kívülről az utcáról. Igen, köszönjük szépen a lelkes tekinteteket. És visszatérve, hogy egyfajta van benne azért egy kis játékfilmes is, tehát ahogy végigkövetjük, hogy a hét szereplő, mert azért mondjuk ki, hogy gyökeres szereplői vannak ennek a filmnek. Igen. Hét főszereplője van, tehát azért hét főszereplő az azért elég menő. És ráadásul macska főszereplők, és egy filmben elférnek, hát... Igen, és ráadásul nem egy olyan több órás, tehát 1 óra 20 perc körülbelül, ugye? Hát jól pontosan emlékszem? 79 perces a játék ideje ennek a filmnek, és 79 percen keresztül gyönyörkedhetünk hét gyökeresen különböző személyiségű macska az életébe. Ugye név szerint Rebi mindjárt elmondja nekünk. Szári, a Simlis, aki egyébként jelentése az, hogy Szári. Mi meglepő. Igen. Van Bengu, a szerető. Pszichopat, a pszichopata,
és egyébként ezt is jelenti a pszichopát, hogy pszichopata, szóval igen. Mi meglepő, hogy az. Ő egy zseniális személyiség. Igen, egyébként ő az egyik kedvenc karakterem, és pontosan ezért, mert annyira kitűnt ezzel a pszichopata jellemével, hogy nem tudtam elfelejteni, még a nevét se így nagyon rögtön megragadt. És bocsánat, szabadba vágok, nem véletlen beszélünk így róluk, hogy karakter vagy személyiség és szereplő, mert hogy majd erre ki fogunk térni a műsor során, de hogy ténylegesen személyiséggel bírnak. Tehát aki megnézi ezt a filmet, az láthatja, hogy a macskák hasonlóan viselkednek néha, mint az emberek. Igen. De ezt a poént még nem sütjük el teljesen. Oké. Dennis, a parti arc. Aslan, Pál Csesi, a vadász. A vadász. Igen, valami oroszlános rész, vagy oroszlános darab, valami ilyesmi jelentése van a nevének, igen, tehát igen. Azért biztos nem véletlenül kapta ezt a vadász, ezt a nevet. Hát valószínűleg, meg amennyi patkányt összeszedett a film alatt. Hát... Igen, tehát ő volt ez a karakter, aki tényleg iszonyatosan sokat segített. Azért lett valakinek a macskája, mert összeszedett rengeteg patkányt. Dumán, az úriember, egyébként Dumán a füstöt jelent, és így is néz ki, szóval azért igen, nagyon jól hangzik, hogy Dumán, de egyébként annyi neve, hogy füst, és elég igen. Menő neve van szerintem. És az arca is ez a tipikus füstös cicai, tehát hogy igen. Ilyen fehéres az arca, és van benne ez a ilyen feketés, picit átmenő szürkés beütése, tehát... És Gamsis, a játékos. Gamsis azt jelenti, hogy gondtalan. És ezt tök fontos, mert egyébként pontosan egy ilyen jellem. Tehát mindegyiknek egyébként, amit hozzátettünk, az olyan saját kis tulajdonsága, amit megtudhatunk bővebben a filmből, úgyhogy érdemes megnézni ezeket a jellemvonásokat ott is. Nem úgy sült a mondatom, ahogy akartam. Igen. Összeszedetlen volt. És tehát azért ezek az egyéniségek, és akkor rá is térünk egyből erre, mert hogy ez egy nagyon jó beszélgetés téma, hogy ugye azért az emberek közt is megtaláljuk ezeket a személyiségeket, tehát hogy Turán nagyon jól megragadta ezt, és két fontos dolog van a filmben, az egyik ezek a személyiségek, és igazából valószínűleg itt is addig sűrítette a filmet, amíg ki nem jöttek ezek az egyéniségek, és ezek a hétköznapi dolgok a macskák részéről, hogy ki hogyan is éli meg a mindennapjait, tehát, hogy van, aki ugye az ételt cseniel, nekem az egyik kedvencem, amikor az anyuka cica, ugye, aki alapból egy nagy változáson megy keresztül, ő, ha jól tudom, ő megy ki a piacra, a halpiacra, és akkor fent felnyújtják neki a sátor tetejére a halakat, így vagy feldobálják igen. Neki, és akkor így egyet megesz, a többit pedig viszi szépen haza a gyerekeinek. Igen, több ilyen anyacica is van, aki a kölykeinek így szerzi a kaját, és az tényleg az egyik legjobb az, amelyik végig megy az utcákon, és szedi a kaját, és hordja haza, és egyébként tök jó, mert előtte mondtam, ugye a gazda, hogy nem csinált ilyet, tehát ez előtte otthon feküdt, el volt izi, és akkor, amikor egyszer kölykei lettek, akkor úgy döntött, hogy na jó, akkor innentől kezdve meg kell szerezni, és ösztönösen megy, és azóta hiába kapna otthon kaját, meg kapja is, gondolom, ettől függetlenül valahogy mégis úgy érzi, hogy ezt neki kell megszerezni a kölykeinek saját kezüleg, mancsulag. Az anya szerep azért ez erősen igen, kibújik belőle. Kifejezetten, igen, igen. És azért az is érdekes, hogy ugye az emberek hogyan viszonyulnak a macskákhoz Isztambulban, mert azért ugye azt látni kell a filmben, hogy Isztambult is egy kicsit bemutatják a macskák szemén keresztül, akik összerakták ezt a filmet, és úgymond annak ellenére, hogy kóbormacskákról beszélünk, mégse kóbormacskák, hanem úgy mindenkinek van gazdája. És igen. Jó, persze a legnagyobb gazdája mindegyik macskának Isztambul, de azért úgy mindenkinek megvan a maga kis házatája, ahol a cicák közül, ahol sepreget, és akkor... Hát igen, mindenkinek van hova, úgymond hát hazamenni, még ha nem is lakik velük, de van egy étterem, ahova tartozik, van egy piac, ahol él, és akkor szeretik, tehát hogy mindenkinek van egy hely, ahonnan biztosan nem zavarják el, és ott ő henyelhet, és el lehet,
és gondoskodnak róla, mert egyébként hiába utcamacskák, azt figyeltem meg, hogy mindegyiket állatorvoshoz viszik. Mindegyiknek van állatorvos, ez, hát legalábbis majdnem mindegyik nem szóba került egyszer az állatorvos. Igen. És mindegyiket vitték már. Tehát, hogy nem úgy értetik őket, hogy na jó, itt egy macska, dobok neki valamit, hanem, hogy megfogják és elviszik orvoshoz, hogyha úgy adódik. Még azt hiszem, hogy ivartalanításos volt szó, tehát azért nem csak úgy utcamacskák ők, hogy vannak, és akkor majd lesz velük valami, hanem tényleg van, aki gondoskodik róluk. Igen, és ez amúgy tök érdekes, hogy mondtad, hogy ivartalanításról is szó volt, ezt én is megfigyeltem, hogy nem erőltették. Pedig sok helyen olvastam a filmmel kapcsolatosan, hogy ugye ez kvázi azért kóbormacskákkal szembe, tehát hogy alapból az nagy probléma, hogy vannak kóbormacskák, és ugye az egyik megoldás az ivartalanítás lenne. De hogy Isztambulban ezt mégse akarják. Tehát maga a film nem is mutatja be ezt, hogy történne ilyen, vagy hogy bármi egy cselekedet, erre irányuló cselekedet az emberek részéről lenne, hogy most ők ivart, nem akarják ivartalanítani. De nem is érezték problémát. Tehát ha bárkinek megfialta a macskája, akkor egyszerűen tök örült, hogy megfialt a macskám, és így de király, és hogy láttam a kis cicáit, úgy örültem neki meg, hogy hívott, hogy megmutassa nekem. Tehát, hogy nem úgy érezték, hogy ez na, még öt macskával több probléma, hanem örültek neki. Tehát nem érezték a macskákat egyáltalán problémának. Pedig, igen, tehernek se. Igen, tehát, pedig azért volt, aki mondta, hogy nem tudjuk, hogy miből fogunk megélni, de az a lényeg, hogy a macska legyen jól. És azért, tehát, mert mondták, hogy boldogságot hozott nekik, örültek, hogy megjelentek, több embernek megváltoztatták az életét azért. Volt, aki mondta, hogy ideg összeroppanást kapott, és a macskák változtatták meg az életét, és azóta úgy épült fel, és azóta jól van. Tehát azért nekik nem csak egy ilyen egyszerű utcamacskákról van szó számukra, hanem nekik ez nagyon fontos. És látszott is, hogy amikor az volt egy kedvenc képem, amikor ugyanez a szereplő sétált, és mögötte több, meg körülötte rengeteg macska nyávog, és így vonult az utcán. Igen, tehát a halász, aki a kikötőből mindig jött hazafelé, igen, és akkor a kikötőből is volt egy cica családja, akiket ott nevelt. Mertem, hogy követik őket a macskák, és tehát egy ennyire szívvel mennek utánuk. Meg hát persze ez meg is jelenik azokban, amiket mondtak. Mert ugye többféleképpen is jellemezték őket, ezeket imádtam. Ugye az egyik az, hogy űrlények, a macskák olyanok velük kapcsolatot teremteni, mint igen, egy űrlénnyel. Hát ez szerintem egy zseniális gondolat. A szupererő, tehát a macskák okay, szuperereje. Igen, és felhívta a figyelmet, hogy tényleg 9 élete van, és mindig talpra esnek. Igen, és gondolj be, én talpra estik, eltörném a lábam. És igen, tehát azért olyan dolgokat vettek észre bennük, amik szerintem így, amit tudsz róla, de nem gondolsz bele annyira, mint ahogy ők belegondoltak. Tehát igen, tehát volt, hogy azért az emberek is, az emberek gondolkodását is bemutatja ez a film, és ez is egy érdekes vonulata, és erről miután a filmnek a zenéiből kicsit belehallgattunk, tovább beszélgetünk, hogy az emberek és a macskák kapcsolata hogyan is alakul Isztambulban. Thank you.
Na, visszatértünk. És még a zenéhez azért hozzátenném, amit hallhattátok, elég izgalmas és érdekes zenéje van, hiszen a zeneszerző az a török népi zenékre építette fel az egész filmnek a zenéjét, és egy kicsit ilyen meditációs jelleggel vonul végig a filmen. Tehát ez a folyamatos vidám hangulatot és elmélyülést hozza el nekünk a film során. De visszatérve az ember és a macska kapcsolatára, vagy bocsánat, beléd folytattam a szót, Rábi, a zenével kapcsolatban, úgy látom. Nem baj, kellett a szünet. Egyébként igen, ember és macska kapcsolat. Tök jó dolgokat vettek észre ezek az emberek, akik benne vannak, mert egyébként nem ilyen hírességekről beszélünk itt az emberi szereplők esetében. Igen, névtelen filozófusokról. Igen, akik most így elmondhatták a világnak, reméljük, hogy a világnak, hogy miket gondolnak, és tök jó gondolataik vannak egyébként. Például az egyik személyes kedvencem az, amikor elmondta, azt hiszem a halász mondta, a hajós mondta el ezt, hogy... Ha mondod a mondatot, talán helyesen bólogatok majd. Majd bólogás helyesen. Hogy hogy a kutyák az ember tartják Istennek, viszont a macskák tudják, hogy létezik Isten, és ők nem gondolnak minket Istennek, mert ők ismernek minket. Így van, ezt a halász mondta, és azért teszem hozzá, ez nem azt jelenti, hogy mi nem szeretjük a kutyákat, őket is szeretjük, csak a macskáknak tényleg más a gondolkodása. Hát igen, teljes mértékben. Tehát azért a kutya az elég, én azt gondolom, hogy nagyon szeret minket mindenáron, tehát azért hülye napodon is oda fog bújni hozzá, de a macskával azért kell az oda-vissza szeretet, hát szerintem. Igen, meg viszonzás. Tegyük hozzá azt, hogy azért a kutya ugye háziasítva lett. Igen. Tehát ő egy házi állat. És pont ezért mondtam az elején is, hogy úgymond nem beszélhetünk kóbormacskáról, mert a macska jó, azt mondjuk, amelyik velünk otthon él, hogy házi állat, de ha megfigyeled azt vidéken is, hogy hát mamának is, papának is, szomszédnéninek is van macskája, de hogy mindenki azt mondja, hogy van macskán. De hogy ez a macska szabadon jár, kell, hónap után elmegy a Mariska nénihez, visszajön két nap múlva, tehát, hogy ők azért egy jóval szabadabb életet élnek, és igen, pont ezt mutatja be az Isztambul macskái is, hogy azok a macskák is szabadabb életet élnek, és ugye ezek az emberek, akik beszélgettek a cicákról, ők is elmondták, hogyha mondjuk egy macskát megismersz, és a mindennapjaidat úgymond összekötöd vele, tehát, hogy eteted, vagy követed a mindennapi sorsát, akár ott a kis éttermedbe, boltodba, vagy a halász hajód mellett a kikötőbe, akkor te is szabadabbá válsz. Tehát ők úgymond ezt, hát erős túlzással, de vallják. Én nekem az jött le a filmből, hogy szabaddá teszi őket az, hogy belegondolhatnak abba, hogy ilyen életük van másoknak, és hogy ők is szeretnének ilyen könnyed életet. Pedig azért nem olyan könnyű az az élet, amit ott ők végig, amin ők ott végig mennek. Hát igen, de azt néztem, azért a legtöbb nem is akar szobamacska lenni. Tehát ők annyira utcai macskák, hogy azért annyira nem is lehet őket úgy, hogy teljesen elvenni tőlük a szabadságot. Sőt, volt, aki nem mondták is, hogy ő szabad macska neki, tőle nem lehet elvenni azt, hogy szereti a simogatják, szívesen jön hozzánk, ide jön minden, de azért az élvezi a szabadságot, és hogy neki ez kell. Igen. Ez a szabadság. És ez tök jó is egyébként, mondták, mint az embernek egyébként, mert hogy az embernek is szüksége van arra, hogy szabad legyen. Most mi is örülnénk, ha belennék zárva egy lakásba egész nap. Ez biztos. És azért ebben nagyon hasonlít, hogy ő szeret menni, szeret járni, körülnézni, akár megszerezni a saját kajáját, és igazából csak néha egy kis törődésre van igényük, egy kis simire, vagy valami. Mint nekünk is. Hát igen. Úgyhogy egy egész jó kis hasonlat van szerintem az emberek és a macskák között. Itt kifejezetten meglátszik ebbe a filmben. Nagyon jó vonulata ennek a filmnek, és valószínűleg a rendező erre is építette fel, tehát ez a legerősebb szála a filmnek, illetve az, hogy ami érdekes, hogy ez a gondolkodásmód, ami azoknál az embereknél már átjön, akikkel a rendező interjút készített, vagy hát megszólaltatta őket, és én azt mondom, hogy más embereknél is tök jó lenne, ha ez a, mondhatjuk így, macska gondolkodásmód átjönne, hiszen nagyon sok emberek közötti problémánk szerintem megoldódna. Jó, persze nem arról beszélek, hogy most én a mindennapi ebédért
meg fogok verekedni. Tehát teljesen nem macskásodjunk el? Nem biztos. Mert lehet, hogy a lányok elmacskásodhatnának. Nem olyan értelemben, hogy az izmaik, vagy bármi ilyen. És ezért azt még hozzátenném, hogy ugye ez a, ha már elmacskásodunk, akkor valószínű az, a rendező és az operatőr is kicsit elmacskásodott, hiszen az operatőri munkán, hogy csak átvezessük valahogyan, látszik ugye ez az alulnézeti perspektíva. Ezt imádtam, egyszerűen. Zseniális. Igen, tehát ahogy néztem, főleg a piacosnál, az nagyon tetszett, és egyszer csak annyit lehetünk, hogy gyalogol a macska, és hirtelen a macska szemszögéből nézem a piacot, és így az emberek lába, lejtenek dolgokat, mi van ott a földön, hogy van, és így szerintem ennyire még nem néztem meg a piac alját egyébként, mint ahogy macska szemszögből megnéztem, és hát ezt zseniálisnak találtam, hogy hiszem, hogy ez mennyire király ez. És nagyon jól volt egyébként hozzávágva is, szóval kicsit megdicserném a vágót is azért, hogy igen, tök jól megcsinálta azt a részt. Mind a ketten nagyon ügyesek voltak. Igen, meg aki kitalálta, mert nem tudom, ki találta ezt ki, de bárki, ez zseniális volt szerintem. Hát igen, ez az alulnézeti perspektíva, ez egy nagyon jól működő dolog, főleg a Gödöllői Filmfesztiválon is lehetett látni, ha már a legutóbb szó volt róla, ott is a természetfilmeknél, akár állatról, akár növényről szólt, alkalmazzák rendszeresen. És a mi szemünk azért ettől meg elszokott, én úgy gondolom, hogy mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy jó, persze a nagyjátékfilmekben is alkalmazzák, mert ott is elem és használják, de hogy azért nem ilyen mindennapos eszközként, hogy most na, akkor ezért Deadpoolt így alulról, és mit tudom én, a cipőjére szerelnek egy kamerát. Mondjuk ezt, hogy így alulról szerintem nem látták a hallgatóink, de zseniálisan bemutattad, köszönjük igen. Szépen, így idegen, jól mutatta, süti. De azért egy ilyen macskás filmnél ez egy nagyon jól működő dolog, hogy igenis az ő szemszögükből tudjuk végignézni. Mondjuk persze, igazából jó, hogy igen, alul nézett, de hogy azért ami a lényeg ennek az, hogy tényleg, hogy egy olyan filmben, hogy az ő szemszöge, hogy tudom én, egy Sirály lett volna a főszereplő, akkor az is tök érdekelt volna, hogy a Sirály szemszögéből hogy van, pedig az sem alulról van egyébként, hanem igen. Felülről. Jó, lehetne alulról is, de inkább felülről érdekelne. Az felülről érdekes. Igen, tehát igazából az, hogy megtalálták a azt, hogy megmutassák azt a szemszöget, amit ők látnak. Tehát, hogy macska szemmel nézzünk szét. Igen, és tök jól mondtad ki, hogy macska szemmel nézzünk szét, hogy át tudod érezni az ő igen. Helyzetüket ezáltal. Tehát, hogy nagyon jól éltek ezzel a filmes eszközzel, amivel nagyon sokan élnek, és muszáj is élni vele, hogy a szereplőt be kell vonzani, meg úgymond be kell szívni a filmbe, hogy akkor igenis átérezze azt, amit a szereplők hoznak. És hát itt ugye a macskák voltak a szereplők, úgyhogy az ő helyzetüket kellett átérezni. És azt hiszem úgy nagyjából ez a záró mondatunk, hiszen lejárt az időnk nagyjából, igen, kedves technikusunk is bólogat. Igen? Van még néhány percünk. Igen. Igen, de jó. Szóval utána is mi jövünk, szóval a másik műsorunkból veszük el az időntök mindegy. Mert most itt befoglaltuk ezt az egy órát teljes egészében két műsorra. Úgyhogy, de igen, egyébként szerintem nagyjából kiveséztük. Én egyébként még azt megjegyezem, imádtam a vágóképeket benne, nem csak a macskásakat. Nagyon tetszett, hogy a város képeit bemutatják, és aranyos volt, hogy el voltak rejtve benne a macskák, vagy nem voltak elrejtve, és a macskák mögött volt elrejtve a város. Igen, pontosan, tehát azért a macska az itt egy nagyon fontos szereplő. Nem, mondjuk ciki lenne a macskás film macskák nélkül, lássuk be. Érdekes végeredményt hozna, az biztos. Igen, de minden esetre igazából összességében az a lényeg, hogy mindenkinek ajánljuk, hiszen ez egy nagyon jó film, ha a macskás vagy főleg, ha nem vagy macskás, akkor is. Igen, tehát ezt szerintem talán akkor egy kicsit megérted, hogy a mások miért macskásak, azt hiszem neked, annak igen. Is megfelelne. Illetve ha szereted Isztambult, akkor is, ha pedig jártál ott, akkor is, ha nem jártál ott, akkor is nézd meg, mert akkor járhatsz. És ha nem ott, szereted, most szemmel. Megszereted. Így van. Szóval macska szemmel jó filmnézést mindenkinek, reméljük megnézitek. Sziasztok. Sziasztok, vagyis még jövünk. Így van.